Ő csinálsz utolsó ball, és ez itt újra The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Hát, azt hiszem az előző körnél, illetve az előző résznél csak jobb lehet a mai. Sose mondjatok ilyet, mert mindig lehet rosszabb. Lazarus lesz a mai áldozat. Kiváló Curse of the Blind-dal kezdünk. És egy Tech 5, valami kivételesen hasznos. Lilith-tel ellentétben, oké. Jó kezdés. Igazából amire szükségem volna az egy Spirit Heart, és akkor már is meghalhatnánk. Onnantól kezdve pedig kalandra fel. Ajajaj. Próbáltam talán Secret Roomot keresni, ugyanis jó eséllyel ott van. De hát nem értem oda időben. Az Explosive Diary elől nincs menekvés. Oké, eddig viszonylag gyorsan haladunk. Amennyiben nem kapunk Spirit Heartot, és health upot sem ettől a bosstól, igazából tök fölösleges meghalnunk egyelőre. Jó. Nem baj, egy kis vércsikot hozunk magunk után, segített a pók elpusztításában. Ja, hát nem látjuk, hogy mi ez. Ez egy Halo, hát meg kellett volna halni. Előtte. De hát igazából nem tudhattam nyilván, bár... A jó ég tudja. Talán mégis csak jobb lett volna meghalni előtt és utána felvenni a boss itemet, még akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy mi az. Úgy tűnik, hogy lesz elég pénzünk a bolthoz, illetve egy Spirit Hearthoz, hogyha van ott. Nincs. Nagy pech. Próbálj megtalálni esetleg egy Curse Roomot. Igazából nem sietek sehová. Ez nem Curse Room. Elég nagy áldozat lenne most meghalni. Ennyi HP-ról, úgyhogy szerintem azt a damage up-ot most elengedem, amit a újraélésünk adna. És megpróbálok. Fuse Cutter, troll bombák nem robbannak fel. A nem rendes consumable bombákká változnak, az teljesen jó. Hát próbálj meg nem megsérülni. Fontos volna. Ugyanis azzal elbuknánk az ördögszoba esélyünket a nagyjából. Egyelőre jól alakul a kör, sokkal jobban, mint legutóbb akármelyik. De még egy olyan kín és szenvedés nem biztos, hogy kibírnék. Van spacebaros itemünk, próbáljuk meg használni. Mondjuk itt. Ugyanis viszonylag gyorsan töltődik. Itt talán jobb lett volna, de... Az közel volt, nagyon közel. Meleg volt a pite. Talán ez egy picivel jobb trinket, mint amink volt. Jaj, hát az majdnem leköpötte, jó ég. Ezt használjuk ki, amennyire csak lehet. Oké. Lehet, hogy ennél jobban is ki lehetett volna, de... HP plusz damage igazából nagyon más nem kívánhatnék jelenleg. Tök jól állunk, továbbra is a Spirit Heart hiánya az egyetlen baj. De be tudunk menni a boltba, hogyha ezt a két szargalacsit megöljük sérülés nélkül, és ott tudnánk venni a bossra egyet. Ha esetleg lenne, és van. Csak a biztonság kedvéért. Jaj, oké.
ott hagyjuk a Steam sale-t, eléggé... Nem fog okosnak tűnni, hogyha sérülés nélkül hozom a boss-t, ami meg is, be is következett. Közben egyharmad Gapika. Ez egy nagyszerű ördögszoba volt. És még Hierophantet is kapunk. Menjünk tovább. Vagy vegyük meg a Steam sale-t inkább. Arcade-ban lehet, hogy találunk Blood Donation Machine-t. Úgyhogy inkább próbálj meg okosan játszani, mint gyorsan. Ide jó lenne feltölteni a Space Baros itemet, nem vagyok benne biztos, hogy sikerülni fog. Mumstrap Roomba is esetleg... Ó, oké, mindegy, nem szóltam. Hát nem egészen sikerült úgy, ahogy szerettem volna, egy bombát akartam onnan összeszedni. És van Blood Donation Machine. Bár nem lesz meg a 15 cent. Arra gondoltam, hogy egy Spirit Heartot talán megér. A Steam sale-t. De hát végül is így megleszünk. Nem nagyon akart felrobbanni nekünk, de... De meg lesz. Így bugunk azért centet, ugyanis a Steam sale után is megvettük volna a Spirit Heartot. Úgyhogy ez a játszunk okosan dolog is csak eddig tartott. Illetve elfelejtettem bemenni a Mousetrap Roomba, pedig be akartam mindenképpen. Hol használjuk ezt el? Mondjuk itt, ahol van Tinted Rock, nagyszerű. Damage up, tears up. Na hát ezért nem érte meg, de azért egy próbát mindenképpen megért. Jó, hát a speedünk még így is nagyon jó, köszönhetően az All-Stats upgrade-nek, amit a Halo adott. Jó a DPS-ünk. Nem érzem úgy, hogy jelenleg gond lenne. Jövök, szóval még mindig nyitva, de nem tudunk mit vele kezdeni. Picit kevés HP-nk van. Egy... Soymilkes Curse of the Blind azért most be tudna nekünk tenni. Reméljük, hogy ez nem fog bekövetkezni. Akkor sikítani fogok. Van egy darab kulcsunk. Francba. Oké, Smart Fly egy jó item legalább. De nagyon bosszant, amikor Reroll Machine van egy Curse of the Blinders szinten, az item roomban. Aktiválódott közben a trinketünk is. Az előbb. Ha jól láttam, pont 50... Ja, mindegy. Szóval... 0,59 damage-et adott. Ami azért... Semmiképpen nem sok. Ú, az nagyon közel volt, de egyszerűen nincs helyem közlekedni. Nagyon örülök, hogy ezt a szobát sikerült lehozni sérülés nélkül. Ezt már viszont nem. Ajaj. Curse of the Blind szinten annyira a bolt sem érdekes, úgyhogy menjünk egyből neki a bossnak. Dögölj meg! El is felejtettem a Forsaken támadásait. No health up megint csak, menjünk tovább. Mondtam, hogy ne játszunk gyorsan, ennek ellenére elég gyorsan haladunk. Sajnos nem kaptunk ördögszobát az előző szinten, de majd hát ha ezen.
egyelőre abszolút a Tekex a MVP. De egy Hagalaz nem lenne rossz. Egy esetleges Magic Mushroom miatt. Viszont szépen haladgatunk. Mind sebességre, mind játékot tekintve. Pár nagyon-nagyon bosszantó sérülésem volt már, de az mindig van, úgyhogy... De semmi újdonság nincsen. Ez is az lehetett volna, nagyon közel volt hozzá. Na, menjünk Curse Room-mal. Nem vagyok benne biztos, hogy jó ötlet. Szerencsére gyakorlatilag egy bombát kaptunk a dologból. Úgyhogy megérte. Nem szól minket meg a játék piros szívvel, de... Azért próbálj minél több pénzt összeszedni. Steam széles boltra. De... Oké, csak összejött. Nem feltétlenül volt szükséges Tekex-el és a végtelen range-ünkkel. De ártani nem ártott. És majd, hogy nem teljesen fel is fog töltődni a Bob's Rotten Head ezután a szoba után. Oké. Ez is közel volt. Lehet, hogy az Orbitalünknek is köszönhetjük, hogy végül is nem sérültünk meg. Megvan a boss, kicsit korán, de... De nem probléma. Annál kisebb rá az eső, valami katasztrófa történik, és fogunk piros szívsérülést bekapni a szinten. Kiváló fight. Hát... Erre nehéz nemet mondani. Anyuka késecskéjével haladunk tovább. Sok szép emlék. Úgy látszik, a játék némiképp kompenzálni akar a előző részben történtek miatt. Steam Sale esetleg? Kész Steam Sale ugye... ingyenes itemeket jelent a boltból, és akkor már csak egy Ristakot kell összeszedni. És előbb-utóbb kapsz egy Chaos-t, és akkor a... gyakorlatilag egy bolt alatt a teljes összes itemet meg lehet szerezni a játékban. Az egyik legalapabb breaking kombináció. Hát még kell ölnünk Greedet. Igen, az a piros szív, az kéne. Ó, jaj, hát... Ja, ez lehet, hogy határozottan nem volt jó ötlet, de... túl fun. Megint olyan napja van a Troll Engine-nek, hogy... odaadunk neki mindent, aztán kezdjen vele, amit akar. Nem tudom, hol a Secret Room. Nem itt. Most már egészen biztos vagyok benne. Úgyhogy igazából akárhol is lehet, hogy adjuk a francba. Ne. Egy Eternal Heart jól esett volna. Igen, a Dr. Fetus-szal valószínűleg rosszabbak vagyunk, mint előtte voltunk. Jajjaj. Anya kését már nem nagyon tudom használni, és a Tekex sem túl jó. Jó, hát akkor anya kését hagyjuk a francba, aztán próbáljunk meg a bombákkal gyilkolni.
Ó, oh, Eternal Heart. Super Greed, sajnos azt jelenti, hogy sima Greedet ezen a szinten nem fogunk tudni ölni. Curse Room. Elég haszontalan a Curse Room, de ingyen Curse Room. Oké. Okay. Végre. Ennyi küzdelem után elértük a nulla lakot. Jaj. Jaj, kicsit sajnálom a Dr. Fetus-t. Késsel fanabb ölni, hát ez... Yeah. Katasztrofális szoba. Nem kívánok róla többet mondani. El fogjuk bukni az Eternal Heart-ot, hogyha így haladunk. Jaj, ez nem lesz jó. Health up! Gyakorlatilag elpazaroltam két szívet az ördögnél a Mom's Knife-ra, amit nem is használok. És még így is lesz öt, hogyha sikerül ezt a rohadt Eternal Heart-ot megmenteni valahogy. Hiszen sok pénzünk van. A boltban ugye nem lehet greed. Yeah. Lassan a piros szívsérülés is bekövetkezik. Olyan sok még nem volt belőlem a szerencsére a Blood Donation machine-eket leszámítva. Hát, itt lesz egy Spirit Heart. Jó, hát, rerollolgassunk, ami kapunk egy Restockot, vagy Chaost. És vegyük meg, ami megtetszik időközben, vagy menet közben. 3 centes Spirit Heart az annak tűnik. De még a reroll machine nem fog felrobbanni túl hamar. Blank Card még nem lett volna rossz. Hát... Szomorkás vagyok, de ez van, felrobbant. Azt hiszem ezzel kapunk plusz ördögszoba esélyt, 2,5%, hát nem sok, de valami. Revengefly-nak jó a BFF. És így lehet egyből kettő, azért az jobban hangzik. Két BFF-es Revengefly, mint a Babs Rattlehead, amit nem használunk semmire. Oh yeah. Oké. Okay. Revengefly már eszi a boss-t. Ez egy nagyon jó shot volt. Minden elismerésem. Strength jobb, mint az Empress. Ez Tearzap-ot ad, ami sok mindenre nem jó, viszont... Kapunk egy Halom Spirit Heart-ot, lesz Health Up-unk, ördögszobát nem kaptunk. Viszont a piros szívsérülés megint nem következett be végül. Az előző szinten. Közel kerültünk hozzá, de végül is nem. Anya Transform, most már van két haszontalan késünk. Egészen fantasztikus. Ó. Oh. Van nekünk minden bizonnyal, van egy Guppy Scholarünk is, úgyhogy ha esetleg megkapnánk a... illetve meg mindenképpen megkapjuk, ha megkapjuk a Red Handet föl, vagy Left Handet fölveszem. A piros ládák miatt.
növeli az esélyünket arra, hogy végül összeszedjük kör végéig Guppyt. Oh! Vannak körök, amikor a fél karomat odaadnám két ilyen kék tüzért egymás mellett. Most, amikor alig van szükségem HP-ra, persze. Ide adja a világ összes HP-ját is. Jaj. Elhasználtam volna talán a Box of Friends-et, de mindegy. Vegyük fel azért azt a Spirit Heart-ot. Oh-oh. Na, mégsem olyan nagyon haszontalan ez az anyakése. Legalább azokat az ellenfeleket is van esélyünk megölni, akik közel kerülnek hozzánk. Kéne egy bolt. Ez már az utolsó. Jó, talán megoldjuk most már. Volt egy-két meleg pillanat. Pont nem lesz meg a Bookworm Transform. Elég szomorú. Cicic. Egyél csak nyugodtan. Szupi. Item room és bolt is hátra van még. Ez egy borzasztó bomba volt, de végül is úgy tűnik, hogy ebből sem lesz túl nagy baj. A boltban nincs greed, eleme van Curse of the Blind. Hát... négy sérülésenként kapunk plusz egy Revenge Flight, jelenleg ennyit jelent nekünk ez a habit. 2 cent fél Soul Heartért. Wow. Erre nem figyeltem őszintén szólva. A boss megvan, az item roomot meg elhagytuk a világ végén. Valahol. Dark Monstrot ölni Dr. Fetus-szal? Mindegy, edd meg őket, Revenge Fly. Teljesen felesleges Space Wars item használat volt. Szóval vissza kell sétálnunk. Egészen az egyetlen elhagyott szobáig, ugyanis arra lesz az item roomunk szerencsére. Na, ide nem tudunk bemenni, ide kéne. Valami Blood Donation machine vagy hasonló. Jó. Majd, hogy nem kikléreljük a Necropolis 2-t, különösebb nehézségek nélkül, ez mindenképp jó jel. Mondjuk ezt. Csömen IBFF-vel. Nem tudom, miért jövök erre. Mert ha megszereztük a Left Handet, egyetlen egy ládát sem találtunk. Egy fél Necropolis alatt. Ez azért vicces egy kicsit. Hás nyilván nem nagyon lesz ma már. Ezt is kiakasztottuk. Megcsinálunk nagyjából mindent, amit lehet. Nincs Super Secret Room, hát akkor... Ó, de jó a...
Dr. Fétuszos piros anya. Valahol kell egy közel maradni, hogy a késbe taposson, de ránk nem, eddig ez kétszer nem jött be. Van ördög, a polaroidot visszük természetesen, itt meg Krampus van, ami teljesen jó. És Curse of the Blind-dal kifejezetten bosszantó ördögüzleteket kötni, simább lehet, hogy... Hát ez fanap szerintem, még akkor is a Krampus feje jó. Elég rossz a pillanatrotációnk, de azért nézzük meg, hogy kapunk-e valamit, aminek lehet jelentősége. Oké. Így talán eltalálom, merre van a boss, de még így se garantálom. Továbbra is várom az első left-handes ládát, ott van, oké, csak azt meg nem tudom kinyitni. Nagyon-nagyon mókás, kedves Troll Engine. Szóval Gemini nem volt egy rossz item. Meglepően hasznos. Jaj, ez nem lesz jó, igen. Lehetőleg rosszabb helyen álltam, sajnos. Jaj, jaj. Pusztulódjatok. Ti meg egyétek meg. Oké, hát sajnálatos módon nincs ördögszoba, talán majd az utolsó szinten. Itt viszont már nem tudom, hogy merre kell menni. Ajaj. Igen, ezt rettetesen utálom. Dr. Fétusszal. Ott volt egy tüntidrák. Őszintén szólva fel se tűnt. Bassza meg. Oké. Okay. Na jól van, most már menjünk a büdös fenébe. Megpróbálom nem elveszíteni a fejem, mert akkor ez lesz a vége. Végre félszíven vagyunk, itt meg elhagytunk egy Soul Heart-ot elvilletileg. Nem tudom ki és honnan, de köszönöm szépen. Ó, oh yeah. Kezek is annyira nagyon jók Dr. Fétuszról, hogy hihetetlen. Edd meg, ne azt! Ja. Illetve hát nem jó, de nem is tragikus. Haha. Ez még csak... egyharmad spawn transform szerintem, úgyhogy nem állunk túl jól letéren sem. Ehhez kéne még kettő, bookworm transformhoz pedig még egy könyv. Jó, hát én nem tudom, hogy mit csináljak. Megint kaptunk egy random szívet. Ezeket el kéne vinni a bossra. Érdekel az a kártya, őszintén szólva. Ó. Oh. Random crawlspace. Csak meg lesz az a bookworm transform. Ez a lehető legkevésbé konvencionális módja, de... örülök neki. Nem itt, hogyha túl hasznos lenne, hiszen időnként majd lövöm két bombát egy helyet. Amivel valószínűleg magunkat fogjuk megsebezni. De legalább megvan.
HP-nk lehetne jobb is. De hát ez csak magamnak köszönhetem, hogy nem az, igen. Igen, köszönöm. Nem tudom, hogy sikerült magam elő ellöbdösni az életerőt, de én bármit képes vagyok megoldani. Négy és fél. Hát... Hát... Az képest, hogy egész kör alatt csak Dr. Fetusos bombákat használtunk gyakorlatilag. Összesen volt 9 bombánk, ami hát nem túl sok. Nem. Oké. Ez viszonylag használható bomba volt, hát... Így nem igen lesz meg Guppy. Mivel Consumiverse-re nem lenne a szükségünk, más meg nem nagyon esik ládából, ezért valójában nem nagy baj. Nem mint hogyha Dr. Fetusszal Guppy olyan nagyon jó lenne egyébként. Most azt csak kezdek rájönni, hogy Dr. Fetusszal semmi sem igazán jó. Leszámítva pár bomba szinergia itemet. Szerencsére sikerült elkerülni azt, hogy felvegyük a piros szívet. Ez eléggé buta lett volna. A Space Rush itemet megint csak gyakrabban kéne használni, azért dupla Gemini nem lenne rossz. Jaj! Kilométerről láttam, hogy jön, és mégse sikerült elszaladni. Hát... Lehet, hogy ez sokkal jobb kör, mint az előző, de hogy nem állunk sokkal jobban, az is biztos. Yeah. Egyétek meg! Na, nem is csak semmit. Majd ők megoldják. Há, ne legyünk buták, rohanjunk vissza HP-ért. Utálok, de kénytelen vagyok. Sajnos ilyen helyzetbe kerültem. Kurs sincs túl sok, bár... Oké, nyilván a left-hand nem segít ebből a szempontból. Igazából nagyjából el is dobhatjuk. Ugyanis Emperorral bemegyünk Isaac-hez, és utána már nyitogathatjuk a ládákat. Hogyha sikerül megölni Isaac-et, persze. Hematemesis valami, valahol. Ó, ez is jó. Köszönöm szépen! Így legalább fél szívem vagyok. Hát 4,5 HP-val megyünk Isaac-ezni. Nem lesz könnyű. Főleg mert ő is ilyen teleportálgatós a második fázisban, és a Revenge Fly nem nagyon fog sokat segíteni. De legalább Gemini próbálja enni. Jó, törődjünk az addokkal, meg azzal, hogy dodzsoljunk. Revenge Fly megoldja a többit. Oda, oda. Hát az egyik odaért, a másik meg orbitől maradt valami miatt. Ja, ez a... Két BFF-es Revenge Fly elég fun. Meghalt a levegőben. Oké. Okay. Na nézzük, mit kapunk.
semmi nagyon jót. El fogjuk bukni a félpiros szíves dolgot, de ezt a placenta miatt már alapból elbuknánk, úgyhogy teljesen mindegy. Oh god. Oh god. De jó móka mi. Daddy Longlegs egyelőre a legjobb DPS-ünk. Igen, ez túl közel volt, de legalább a Revenge Fly is aktiválja magát. Ebből megkaphatunk egy lardot. Nem kaptunk. Mindegy. Lehet, hogy ezt a Eternal Heartot az esetleges Voidra kellett volna megőrizni, de annyira nem vagyok benne. Biztos, hogy egyáltalán Blue Wave-it megöljük, hogy inkább fölvettem. Egyébként a BFF működik Daddy Long Legs-el. Többet sebez. Mint a labból. Ez a nap kérdése. Illetve, hogy működik-e a Spacebaros itemünkkel, ez is egy nagyon jó kérdés. Ja. Azért videókon megsérülni. Na mindegy. Ez hogy fér be ott? Mit csinálsz, Gemini? Alszol? Azt hittem véded a seggem. Oké, fókuszáljunk a dodge-ra, a többit megoldják a familiarjaink. Daddy Longlegs, Gemini és Revenge Fly. Name a more iconic trio. Jaj. Vedd fel gyorsan. Oké. Okay. Zodiák, mindegy, jó az. Bármit elfogadok. Megint majdnem beért. Szerintem a fullt fogom elvinni, és hogyha baj van, akkor elteleportálok, aztán majd lesz valami. Ó, ebből még lehet valami. Mondjuk meg is halhatunk, persze, ez is lehet. Sajnos a piros tüzek ellen a haverjaim nem tudnak megvédeni. Egy darab újraélítési lehetőségünk is van, ugye a Lazarus Rex miatt. Hát... nem tudom. A vámpíros cucc. Ez elég sok HP-t visszatöltött itt. Ezek szerint, ha Gemini jön nekünk, az is számít. Vagy hogyha akármelyik másik familiar. Ennél az itemnél. Egy Rahedli Greed. Hol most aktiválódott a Cancer Effect? Bosszon jobban örültem volna neki. Ember! Hát ez hihetetlen. Egyik szobában még úgy tűnik minden oké, okay, aztán egy szobában arré meg már semmi nem oké. Okay. Ó, de jó. Második Steam Sale. Nem boldog vagyok. Jó. Miért csinálom én ezeket a szobákat? Nem is értem. Nem tudom, miben reménykedem. Azt használ nekünk legalább valamit? Akkor már megérte. Úgy tűnik, hogy... igen. Félve merem kimondani.
Nem tűnik úgy, mint hogy olyan nagyon nagyot pukkanna. Igazából meg is várhatnák, hogy a placenta feltöltse minket full HP-ra, de az... Ez nagyon... Nagyon teszkós megoldás. Ó, szuper. Na jó, hát... Nézzük meg a boss-t, aztán lássuk, hogy mi lesz. Egyelőre minden oké. Megint csak fókuszáljunk a dodge-ra, amennyire lehet. Revenge Fly majd megoldja a többit. Meg Daddy Long Legs, ez meg lesz simán. Kérdés az, hogy lesz a Delirium Portál. Nem lesz, hát akkor ennyi lesz mára viszont. Én nagyon köszönöm a figyelmet, srácok, nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok. Egy fun, de... nem kifejezetten túl OP kör volt, úgyhogy... mindenképpen felüldülés volt az előző rész után. Innen folytatjuk legközelebb, sziasztok!